Egyszer volt, hol nem volt. Volt egy gyerek, aki sosem akart este elaludni. Mesélhettek neki bármit, ő aztán nem aludt el. Mondhattak ilyen mesét, mondhattak olyan mesét, szemei mindig nyitva maradtak. Hé! Na, igen, mennyi szó a helyedre. Na. Szóval, egy nap történt, hogy este meglátogatta őt valaki. Az a valaki egy kacsa volt. A kacsa lefeküdt mellé, így este jókat tudtak dumálni. Ezért se kellett aludnia. Szóval, volt ez a kacsa, meg ő, és folyton csacsogtak. A barack lekvárt 200 fokon kell sütni a sütőben. De tudod, hát azt szűrni kell, nem tudtad? Szóval kb. Ilyen beszélgetések hallatszottak. De hát ez van. Ami a legjobb az egész, hogy egyik nap a kacsa megúgta a beszédet, és el akart menekülni. Ám Benny utána nyúlt izmos karjaival, és visszarántotta. És megfogta, és azt mondta, hogy ne menjél, ne menjél. Utána megint elindult a kacsa, de most már nem rántotta vissza, így a kacsa elment. Szóval, Benny egyszer csak unatkozni kezdett a kacsa nélkül, és megtanult aludni. És onnantól kezdve minden este aludt, és onnantól kezdve reggel is aludt, és itt a vége, fuss el véle.